Az érettségik mellett nagy megmérettetés a fiatalok számára a szakmai vizsga. Ez utóbbiak is zajlanak az ország technikumaiban és szakképző intézményeiben, így Dombóváron is. Iskolánkban jelenleg mintegy 50 diák tesz szakmai vizsgát ebben a vizsgaidőszakban. Az elmúlt hetekben május 9-től kezdődően pedagógus, gazdálkodás és menedzsment, informatikai stávközlés, valamint gépészetágazathoz tartozó szakmákban zajlottak le ezek az interaktív vizsgatevékenységek. Az utolsó alkalom az május 20-a péntek volt, amikor közlekedés és szállítmányozás ágazat területén tettek a tanulók számot a tudásukról. A következő hetekben zajlanak majd a projekt feladat teljesítésével a vizsgák, tehát ezzel fog záródni a szakmai vizsga. A megmérettetést Hemerle Benjamin könnyedén vette, aki kicsivel több mint egy óra alatt végzett is a vizsgafeladatok megoldásával. A logisztika és szállítmányozási tantárgyból vizsgáztam, körülbelül 2 hetet töltöttem a tanulásával, de egész sokat készültünk az órákon is, a tanárunk mindenre felkészített minket. Számításaim szerint nem volt olyan nehéz, de majd meglátjuk az eredményeket. A nyelvi részen kicsit méláztam, mert igazából nem rossz a nyelvi felkészülésem, csak kicsit kifolyott rajtam. Voltak meghatározott angol kifejezések, és ezt le kellett fordítani magyarra. Betűszavakat is, annak az értelmét leírni. Szintén logisztikai szállítmányozásból tett vizsgát Inger Inez is, aki elismerően beszélt az iskolában zajló oktatásról, hiszen ez megfelelő alapot adott számukra, így nem sok időt kellett a vizsgák előtt felkészülésre szánni. Az én tanulásom nem sok időt vett igénybe. Én úgy érzem, hogy az év folyamán megfelelően fel tudtam készülni, ezért már csak a minimális átnézésre volt szükségem. A feladatsor számomra egy kicsit nehéz volt, főleg nekem is a nyelvi rész volt, ami úgymond kihívás volt számomra, de úgy érzem, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobbat kihozzam magamból. A vizsga feladataik írásbeli részét már maguk mögött tudhatják a diákok, de a projekt feladat még előttük áll, ami gyakorlati és szóbeli részből tevődik össze. A következő napokban erre készülnek a szakmai előtt álló fiatal felnőttek.